Ez itt a túlélők. Ebben a podcastben olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet tudnak adni tragédiájuk által. Tóth Fazekas Andrea vagyok, és én is, mint sokan, hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé ívelő változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia a lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat pozitív szereplői. Vendégem Olay Anett, az abortusz.hu oldal szerkesztője. Nyíltan vállalja, hogy hiba volt abortálni a fiatalkori egy éjszakás kalandjából származó gyermekét. Erre azonban csak évekkel később döbbent rá, amikor tervezett gyermekével volt várandós. Ma azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet az abortusz csapdáira és a posztabortusz szindrómára, amely mindenkit utolérhet és mélyen károsíthat. Anett ma 5. gyermekével várandós, és beszélgetésünkkor minden órás. Kedves Anett, köszönöm, hogy szakítottál időt erre az adásra. Én köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a hallgatókat. Van arról ma információt, hogy inkább a fiatalabbak végeznek abortuszt, vagy az idősebbek? Ez évről évre változik. Az össz statisztika azt mutatja, hogy szerencsére az abortuszok száma hogy összességében csökken, és ennek nagyon-nagyon örülünk, de csökkenhetne azért rohamosabban is. Sajnos ez a határ, az életkor határ, az egyre korábbra tolódik, illetve van egy-két éves szám, amin én magam is nagyon meglepődtem, hogy a 40-hez közelítő korosztálya többedik gyermekét kezdi egyre inkább elvetetni, gazdasági vagy egyéb okokra gondolva. De alapvetően a tizenévesek körében a legmagasabb az abortusz, és utána jön ez a 30 fölöttiek száma, akik már nem az első gyerekükké döntenek így. Általában mit gondolnak az abortuszra igyekvők? Mit várnak ettől a beavatkozástól, és mi a legnagyobb csapdája ennek, hogyha lehet így mondani? Tehát amikor átmennek ezen az eseményen, akkor utána azt kapják vajon, amire vártak, vagy vannak azért itt olyan rejtett dolgok, amit nem mindenki tud előre? Azt az elején leszeretném szögezni, hogy én természetesen a saját élményemről tudok beszélni, és a saját tapasztalataimról, kiegészítve sok-sok száz más történet megismerésével, amelyeket gyógyító lelki gyakorlatokon, illetve ilyen magánbeszélgetésekben szereztem. Tehát én nem vagyok a téma szakértője olyan értelemben. Viszont azt tudom mondani, hogy aki az abortuszra igyekszik, a legkevésbé sem gondolkodik. Ezt nem pejoratívan mondom, csak hogy így kérdezted, hogy mire gondol. Igazából én azt látom, hogy a legtöbben 90 akárhány százalékuk egy ilyen heves szívdobogásos pánik állapotban van, még hogyha ezt próbálja is leplezni, és beszűkült a gondolkodása, azt hiszem, hogy ezt a szakma is így mondja, és az adott élethelyzetére, ami miatt ő úgy gondolja, hogy nem tarthatja meg a babát, úgy látja, hogy ez az egyedüli megoldás. Tehát semmelyik lány szerintem nem élvezetből, vagy az abortusz kedvéért megy abortuszra, nem akarja az abortuszt, hanem egyszerűen úgy érzi, hogy egy olyan szorult helyzetben van, akár mert egyedül hagyták, akár mert olyan nehéz körülmények között van, akár mert azzal riogatják, hogy borzasztóan beteg lesz a gyermeke, és még ezer más oka lehet, hogy ez az egyedüli kiút ebből a helyzetből. Amiről tudjuk egyébként, hogy nem kiút, hanem pontosan egy zsákutca, egy csapda, és hát a kérdés második felé, vagy a második kérdése pedig ez a válaszom, hogy a legtöbb lány, ez nagyon változó időben, de végül is úgy konstatálja utólag, hogy nem azt kapta, amit várt. Tehát nem így kellett volna, és nem volt egy jó döntés. Nem is volt igazán döntés, hanem igazából belelovaljuk magunkat, és nem akarunk gondolkodni, csak legyünk túl, ez egy kis műtét, ne gondolkodjunk, mert az nagyon kínos belső kérdéseket vet föl azért, és minden nőben megszólal szerintem az anya, kiben erősebben, kiben kevésbé, és ezeket elhessegetve elérjük ezt a napot, amikor még én is úgy éltem meg az napot, meg utána hetekig, hogy ez egy jó döntés volt,
és hú, mekkora megkönnyebbülés, viszont aztán ez visszaüt, és azt látom, hogy ez másoknál is így történik nagyjából. Van olyan dolog, amit, hogyha te előre tudtál volna fiatalkorodban, ott akkor biztos, hogy nem hozod meg ezt a döntést. Itt megint valahogy a tudás, tehát, hogy én tudtam, hogy a szexből baba lehet, azt is tudtam, hogy amitől én ugye a legjobban féltem, hogy egyedül maradok a gyerekemmel, mert tudtam, hogy a gyermekem apja nem fog tudni velem családot alapítani, és hogy attól féltem, hogy másnak sem leszek én már így kívánatos, és egyedül maradok. Lehet, hogyha lett volna arra garancia, hogy engem akkor valaki bevállal gyerekkel együtt, akkor az egy nagy lökést adott volna amellett, hogy megtartsam a babát. De alapvetően inkább megint itt az érzelmek szintjén lehet szerintem egy ilyen lányhoz közelíteni, meg a biztonságérzet. Talán ez a legfontosabb, hogyha valaki a környezetben, akár a szülők, akár egy barát, akár hát a legjobb esetben ugye a baba apja, hogyha meg tudja nyugtatni ezt a lányt, hogy ő biztonságban lesz akkor is, hogyha megtartja babát, akkor szerintem nyert ügye van mindenkinek, és hát főleg ennek az édesanyának, aki igazából szíve szerint nem döntene ilyet, mert ezt egy kicsit így maga ellen hozza meg ezt a döntést. Csak egyszerűen egy olyan labilis állapotba kerül, hogy egyrészt a társadalomban, és ez most így nagyon könnyen bejön ez a gondolat, én is nagyon gyorsan lejátszottam fejbe, hogy jó, akkor mit kell csinálni ahhoz, hogy az egész kínos helyzet eltűnjön, és akkor hát el kell tüntetni azt, aki ezt okozta, és ez a baba. És tehát a tudással szerintem jól állunk. Persze nagyon fontos a megelőzésben és a felvilágosításban is az, hogy például lássák a lányok. Én magam sem láttam az ultrahang képét ennek a kisbabának, és valószínűleg, ha láttam volna, erről vannak kutatások, hogy akkor nagyon sokakban akkor tudatosul, hogy kis emberke, és ez a mi gyerekünk, és rám fog hasonlítani, és kompletten ott van már pár hetesen. Tehát ez is egy fontos, de nem az agynak kell itt sem szerepet játszania, és nem is fog, hanem inkább ennek az érzelmi biztonságnak, amit egy másik ember támogató hozzáállása tud megteremteni. Tehát mondjuk a fiatal lányok szüleinek ez lehet az üzenet, hogy így tudnak segíteni. Abszolút. Ha biztosítják a gyereket arról, hogy attól még a mi lányunk vagy, nem tagadunk ki, valahogy segítünk, valahogy megoldjuk. Hát a legutóbbi krízis terhes, direkt ezt a szót használom, krízisterhes eseteink az abortus.hu-n belül, azok a lányok voltak, akiket a saját édesanyjuk kergetett el otthonról azzal, hogy vagy elveteted, vagy elköltözöl, és ide többet nem jössz. És akkor ennek is van aztán szép befejezése, hogy egyrészt a lány kitart, megtartja babát, foggal, körömmel, 9 hónapon keresztül tök egyedül, idegen segítőkkel, minden anyagi feltételt megteremt, és aztán visszafogadják a nagyszülők, és még ők örülnek a legjobban, hogy milyen szép unokájuk van. De sokszor ez akár évtizedekre eltávolíthatja a családtagokat. De ebben ez a legszörnyűbb, és igen, valóban ez a legnagyobb üzenet a válságba jutott fiatalok szülei felé, hogy gondolják végig, hogy ők milyen helyzetben vállalták a gyermeküket, ugye az a generáció még szerintem egy sokkal nehezebb anyagi helyzetben volt sokszor babaváráskor, és vállalták, és hogy azért mégiscsak a gyermek az emberi élet egyik legnagyobb boldogsága. Azért is kérdeztem a tudást, mert azt olvastam, hogy valahol azt mondtad, hogy az egyik legnagyobb csapdája az abortusznak, hogy picit úgy gondolják talán sokan, hogy amikor elmennek erre a beavatkozásra, akkor visszaugorhatnak időbe oda, mintha ez a fogantatás meg sem történt volna. Tehát igen. Ahogy említetted is, hogy tüntessük el most a boldogtalanságnak az okozóját, a gyereket, de talán azt gondolják az emberek, hogy akkor magát ezt az egész eseményt, és azt hogy ők már megfogantak, ők már gyakorlatilag anyák lehettek volna, ezt is ki tudják törölni, de nem, valójában ugyanúgy anyák maradnak, csak egy halott gyermeknek az anyja marad, és ráadásul úgy, hogy ő úgy döntött, hogy akkor öljük meg.
Így van. Erre gondoltam, hogyha esetleg fiatal korodban mondjuk ezt hallottad volna, ezt a hozzáállást, ezt a felfogásbeli különbséget, azért emelem ki, mert az én fiatal koromban én ilyesmit nem hallottam, hanem azt, hogy hát egy anyának joga van eldönteni, hogy a saját testével mit csinál, mit nem. Ha szexel, szexel, de az még nem jelenti azt, hogy ha ennek az a következménye, hogy megfogan, akkor úgy is kell maradni. Tehát, hogy nagyon-nagyon élesen lehetett egy időben ezt hallani. Ezért gondoltam arra, hogyha a fiatalok hallanának több helyről másféle gondolkodásmódot, és te mondjuk hallottad volna ezt, akkor elképzelhető-e az, hogy már eleve nem jutok el odáig, vagy már az az opció is ott van, hogy akkor ide-oda-amoda tudok fordulni, és nyugodtan mondjunk is el majd honlapokat, lehetőségeket, hogy hova lehet fordulni. Abszolút, persze. Tehát, hogy szerintem minél több csatornán hallják ezt, és ez egy elég drasztikus mondatnak hangzik, de tényleg így van, hogy mi attól a perctől kezdve, ahogy ez a két sejt találkozik, anyák és apákká válunk, akik ott szerelmeskedtek, és ez kitörölhetetlen, tehát onnantól kezdve, és mindig ez a legnagyobb felismerése azoknak, akik aztán meggyógyulnak a posztabortus szindrómából, mert hogy meg lehet gyógyulni, mert a következő óriási gát vagy elakadás sokak életében az amikor szembesülnek az abortusz rémével az életükben, és egyszerűen nem tudnak ezen túljutni évtizedekig. És amikor felfedezik, hogy de végül is nekik van egy gyermekük, és ők végül is szülők lettek, az a gyógyulás első folyamata, még hogyha ez egy halott gyermek is, de valahogy mégis egészen másképp integrálódik ez a halott, tehát nem egy elnyomott, egy megtagadott személyként lebeg ott a semmiben az adott lány életében, hanem ugye szembe tud nézni azzal, hogy egy rossz döntést hozott, de mégiscsak ő egy anya. És szerintem is ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél több helyről ne csak ugyanazt az üzenetet hallják az emberek, hogy az én testem, az én döntésem, hiszen nem az ő teste, mert hogy erről van egy vicces plakát, hogy nem tudtam arról, hogy neked 4 kezed és 4 lábad van és 2 fejed, amikor valaki anyaként erre hivatkozik, hogy ő dönti el, mert az ő teste. Tehát, hogy igen, valószínűleg, hogy rám is nagy hatással lett volna, hogyha a kortályt vannak ilyen üzenetek, és itt megint csak a nagyszülőkhöz lehet fordulni, hogyha van egy olyan neveltetés, vagy egy olyan indítatás otthonról, hogy az ember beleléphet a kátyúkba, vagy óriási gödrökbe, de hogy azért szeretjük a gyerekünket, hogy ezt megbocsássuk és kisegítsük belőle, hogyha tudunk segíteni, akkor, és lehet, hogy ez egy ilyen óriási gödör, hogy ő úgy élne életet, hogy ezt nem gondolja végig, és ez egy egész életre meghatározhatja utána az ő jövőjét, akkor is úgy kell őt szeretnünk, hogy ez egy építő kapcsolat legyen. Úgyhogy szerintem valóban ez nagyon fontos, és minél több helyre hallják, és minél több lehetőség merül fel arra, hogy praktikusan hogy lehet kikerülni ebből az egyébként szerintem csak pár hónapos nehéz időszakból, mert egyszerűen utána tényleg ez is egy ilyen arany köpése volt egy válságterhes lánynak, hogy mert a jó ügy mellé mindig odaállnak azok, akik tudnak, és hogy igenis egyszerűen egy ilyen dolog mellé, amennyien súlykolják azt, hogy menj el abortuszra, mert szabadnak kell maradni, túl fiatal vagy, és stb. Ugyanannyian vannak, akik ezt meghalva segíteni akarnak, és nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani egy ilyen lánynak. Mondasz néhány weboldal címet, kérlek, ahol lehet tájékozódni, vagy segítséget kapni? Hát igazából nagyon sok van, és egyre szaporodik, úgyhogy én nem akarnám ezt így leszűkíteni. Nyilván a mi weboldalunk címe, az abortus.hu is egy ilyen oldal, ahol ott van az én telefonszámom, meg e-mail címem, amin keresztül, hogyha tudok kapcsolatba lépni ezzel a lányjal, vagy esetleg fiúval, mert szoktak fiúk is megkeresni, akkor tovább tudom őket úgymond irányítani a célszervezethez, milyen segítségre van szükség, ha anya otthon, vagy anyagi segítség, vagy nőgyógyász, vagy ilyesmi. De például van a választjukazéletet.hu, ugye nyilván ékezetek nélkül, ahol ugyancsak egy szuper csapat
karolja föl, nem tudom, száz akárhanyadik édesanyját, és születnek meg a babák, és mindenki hálát ad azért, hogy ezen a nehéz kezdeti gondolkodás nélküli perióduson átsegítették őket, és most már a legnagyobb boldogság számunkra az a kis gyermek, aki ott van velük. És hát alapvetően azért Együtt az életért.hu is egy ilyen szervezet, ahol ugyancsak van forró drót, és ők szorosan karöltve egyébként a Citizen Go polgári kezdeményezéssel vannak együtt, és nyilván ők már sokkal tágabban foglalkoznak az életvédelemmel, de az Együtt az életért, az kifejezetten például védőnőket is alkalmaz arra, hogy bárki őket felhívja éjjel-nappal, akkor segítessenek, és vannak örökbefogadó oldalak, például az Alfa Szövetség. Te az örökbefogadást, mint megoldási lehetőséget javaslod, vagy támogatod, mit gondolsz erről? Hát abszolút. Tehát, hogyha semmi más nem jön szóba, csak az, hogy a baba meghaljon, vagy legyenek más szülei, akkor én azt gondolom, hogy az még mindig százezerszer jobb, mint elmenni abortuszra. Említetted, hogy férfiak is megkeresnek, ők mivel a leggyakrabban? Hát egyrészt van egy nagyon nevetséges, vagy inkább azt mondanám, hogy szomorú helyzet Magyarországon, meg sok országban a világon, hogy az apa nem szólhat bele a gyereke fölött, tehát nem rendelkeztet a gyereke élete fölött, tehát hogyha manapság egy magyar lány elhatározza, hogy ő ezt a gyereket nem akarja, akkor az édesapa, aki ugyanolyan vérségi, igen, szülője ennek a gyermeknek, nem tudja megakadályozni jogilag. És ebből született számomra a legtöbb megkeresés, hogy majd beleőrültek fiúk, akik nagyon szerették volna, és átérezték azt, hogy ez az ő gyermekük, és a lányt azt már volt, aki fizikailag próbálta megakadályozni attól, hogy a kórházba bemenjen, de nem tudta. Ez a posztabortus szindróma a férfiakat is érintheti? Igen, ezzel is most már többször találkoztam, ugye arra most, hogy újra átéltem a várandóság minden hullámvasútját, és tényleg azért egy anya, aki nap mint nap, hát mondhatom, hogy én legalábbis szenvedek a sok mellék tünettől, vagy hatásától egy ilyen várandóságnak, gondolhatnánk, hogy akkor ez tényleg csak a nő éli át, és hogy ő az, akit rúgdos a kisbaba, és hogy egyszerűen, amíg az apa a kezében nem fogja azt a gyereket, addig csak elmondásból, és nem igazán megérintve tud gondolni erre a születendő gyermekre, de ez nem így van, és ez nagyon érdekes. Erről is egyébként amerikai kutatások, meg ilyen esett kisfilmek szólnak, hogy ők ugyanúgy, sőt, tehát van ugye ez az álterhesség az édesapáknál, ami tényleg egy mulatságos jelenség, de létezik, hogy ők ugyanúgy egy hormonális folyamaton is végigmennek ebben a 9 hónapban, és hogyha ezt a gyermeket elvesztik, és még tudatosul is bennük, tehát tudati szinten is felfogják, hogy most meghalt a gyermekük, akkor az ugyanolyan kínzó tud lenni számukra, mint egy nő számára. Nálad hogy jelentkezett ez az egész? Nálam voltak éppen, főleg a rémálmok voltak azok, amik így az agyamban is kimondatták velem, hogy ez az abortusz miatt van. Egyébként sok más tünete volt, például az, hogy az önértékelésem az így gyakorlatilag eltűnt, tehát nagyon-nagyon egy rossz állapotba kerültem, vagy nagyon-nagyon rossz embernek tartottam magam, úgy általánosan rosszul éreztem magam, és nagyon... De ezt nem tudatosítottad egy csomó ideig, hogy ez van mögötte. Nem. Ezt sokkal később tudatosult bennem, hogy ez amiatt volt, és csak egyszerűen azt éreztem, hogy én nem vagyok méltó a szeretetre, senkinek a szeretetére, és hát ez a viselkedésemben abszolút megnyilvánult, tehát hogy ilyen kínzóan kerestem a kapcsolatokat a férfiakkal, és úgy is mentem bele ezekbe a kapcsolatokba, hogy nem egyenrangú félként. De a rémálom volt az, ami végül is így felébresztette bennem azt, hogy itt valami nagyon nagy gáz van mégis ezzel az abortuszal, ami pedig olyan jó megoldásnak tűnt, meg úgy gondoltam, hogy lezártam, és volt egy rémálmom, amit már így elmeséltem többször. Nem tudom, hogy esetleg most ezt... Nyugodtan mondd el. Mondjam-e, egy
álmom volt, ami görcsösen és sokszor visszatért, hogy álltam egy szép napsütötte helyen, viszont a lábamnál elkezdődött egy ilyen mély, fekete katlan, egy olyan mély kráter, aminek ilyen nyúlós fekete levegője volt, tehát nem is igazán levegő volt, hanem egy ilyen vizes, nyúlós dolog. És ilyen nagy, nagyvárosi zaj jött föl, de nem nagyon lehetett lelátni sem, mert annyira ilyen pokolian eltakart ez a nyúlós köd. És azt mondták, hogy ez egy nagyváros, és most rám bíznak egy kisbabát, aki teljesen épp, egészséges, cuki, és tényleg egy ilyen kis rózsásbőrű, illatos kisbabát adtak a kezembe, hogy át kell mennem ezen a városon, és meg kell őt védenem az ottani behatásoktól, amik elég durvák, tehát ilyen nagyon szörnyű eső fog ránk esni, ilyen savas eső, meg éhezni fog, fázni fog, és hogy nekem a feladatom, hogy gondoskodjam ő róla. És el is indultam mindig ebbe a mély, pokolszerű kráterben, és lestem, folyamatosan reszketve lestem, hogy mi van a babával, és mindig azt láttam, hogy egyre kisebb, egyre szürkébb, és akkor mindent elkövettem, próbáltam etetni, meg így fölé tartottam a kabátomat, és attól rettegtem, hogy mi lesz vele, és tudtam mindig belül, hogy mi lesz vele, és a végén mindig meghalt. És amikor meghalt, akkor fölébredtem, és akkor mindig meg kellett állapítanom, hogy hát ez bizony biztos az abortusz miatt álmodom, nagyon-nagyon megviselt, de úgy gondoltam, hogy hát ezzel nem, az ember nem tudja irányítani az álmait. Uh-huh. Ez hány évre rá történt? Hát ez a baj, hogy ez már egy kicsit így elmosódik, mert uh-huh. Az egész nagyon rég volt, de szerintem egy ilyen 3-4 évre rá kezdődtek ezek az álmok. És hát be kellett magamnak vallani, hogy ezt csak kivárással fogom tudni eltüntetni az életembe. Biztos majd egyszer belefáradok ezt álmodni, és akkor majd meggyógyulok. De ez nem így történt, hanem egyre jobban kínzott, és akkor már jöttek ugye a tudatos tünetek is, mert hogy közben családalapítás felé eveztem, és akkor, ahogy szembesültem a gyermek várás, megvállalás boldog oldalával is, úgy jött mindig ez a keserűség is, hogy nekem már volt egy ilyen lehetőségem az életben, és azt én nagyon durván eldobtam magamtól. És akkor hogy gyógyultál meg? Hogy lettél végül egészséges lelkileg? Hát ugye várandós lettem már házasságon belül az első gyermekünkkel, és megláttam az ultrahangot. Egy éjszakán át kerestem a legjobb orvost, hogy akkor majd kihez menjünk, és tényleg az a nagy büszkeség, amikor az ember akarja a gyereket, ugye mondják ez a közhelyesnek tűnő szlogán, hogy egy nő bármi meg tud azért tenni, hogy gyermeke legyen meg azért, uh-huh. Hogy ne. Na most én ugye itt a másik oldalán ültem a lónak, és tényleg ez a nagyképűség, gyermekváró nagyképűség volt bennem akkor, hogy hát ez most minden szuper lesz, és mindent úgy csinálunk, mint az ideális szülők, és ezzel az attitűddel mentem el az első ultrahangra, és ott az egy óriási pofon volt, meg egy óriási boldogság egyszerre, amikor szembesültem azzal, hogy egy 10 hetes baba az egy emberi lény, aki nagyon szeretnivaló, és hogy és átéltem akkor az anyaság minden mélységét, hogy mennyire vagy ragaszkodik egy anya már akkor ehhez a kicsi babához, és utána minden ultrahangon volt ez a magaslat, lelki magaslat, és utána, ahogy kiléptem a rendelőből, onnantól meg csak a lelki fúdolás és a sírás titokban, aztán már nyilvánosan, aztán mindenhogyan, és a férjemmel a 30 000. átbeszélése annak, hogy hát azért az abortuszban egy ugyanilyen életerős és ugyanilyen szeretnivaló kis baba halt meg. És aztán ez odáig fajult, hogy megfont a második gyermekünk, újra 47 ultrahang, és aztán megfont a harmadik gyermekünk, és addigra én egy lelki roncs lettem. Tehát egyszer nem nagyon tudtam már másra beszélni, így vagy úgy, mindenből azt hoztam ki. Ez egy tipikus posztabortusz tünet egyébként, hogy ugyanazokat a mondatokat el tudja mondani milliószor az ember, és nem tud átlépni azon a kis folyón vagy csatornán.
És én is mindig bármilyen örömteli dologról volt szó, vagy a jövőről, vagy a megszületett gyermekeinkről, akkor én mindig vissza tudtam kanyarodni arra, hogy de hát igen, de hát én erre az egészen nem vagyok méltó, és ez borzalmas, és most hogy lesz tovább, és meg kéne, hogy halljak, és nem tudom. És tényleg a halálra vágytam, nem gondoltam, hogy öngyilkos leszek, mert hogy már volt családom és gyermekeim, de azt is éreztem, hogy én nem leszek soha boldog. Nem, hogy boldog, hanem hogy igazán életképes sem. Tehát próbáltam a gyermekeimnek egy gondoskodó anyaképet mutatni, a férjemnek meg egy kedves feleséget, de ez ideig óráig sikerült, és akkor utána elvonultam, és így nagyjából átsírtam a napot, néztem ilyen abortuszos videókat, hogy hal meg a baba, meg hogyan tépik ki a végtagjait. Állandóan szembesítetted magad azzal, hogy mit tettél, milyen szörnyűséget, meg hogy végülis mindig ez, hogy itt lenne még egy gyerek, mi lett volna, ha? Igen, csak ugye rosszul szembesítettem, tehát ez a különbség a bűntudat, meg a bűnbánat között, hogy valahogy a felelősséggel nem szembesültem, hanem mindig csak ezt a sebb feltépést csináltam. Inkább így kínosztam magam, vagy büntettem. És aztán hát volt egy egész egyszerűen spirituális élményem egy délután, amikor a pocakomban volt a harmadik kisfiunk, és én valahogy tudtam, vagy éreztem mindig, hogy egy kislányt vesztettem el az abortuszban, és akkor mindig hálát adtam a Jóistennek, hogy adott nekem egyáltalán gyerekeket, és biztos voltam afelől, hogy kislányt én már nem fogok kapni, mert az is csoda, hogy kaptam egyáltalán gyermekeket. És ahogy így pihentem egy ágyon ebben a várandóságban, lehúnyt szemmel megjelent előttem egy ilyen vakító fehér ruhába öltözött kislány, ilyen tényleg csodálatos ünneplő ruhában volt, nagyon szépnek tűnt, egy 8-9 éves forma kislány, nagyon hosszú barna hajjal, és fogta egy férfi kezét, egy 30 körül férfiét, és így közeledtek felém, és valahogy így a gondolatok szintjén kommunikáltunk, nem a szánkkal. És először a férfi, akinek egy ilyen óriási elfogadás volt a szemében, és egy hatalmas, egy olyan megkönnyebbítő szeretet, ami én még nem láttam földi tekintetben, hogyha az ember belenézett, azt érezte, hogy minden oké. Mm-hmm. És ő, neki mondtam, hogy hát, én Jézussal azonosítottam őt, és azt mondtam, hogy Uram, ne közelíts, mert én borzasztó bűnös vagyok, és ő ennek ellenére közelebb lépett, és a tekintetével azt válaszolta, hogy tudom. És akkor mondtam neki, hogy de tényleg reszkedtem attól, hogy közelebb lép, és mondtam, hogy de ne, mert hogy nekem abortuszom volt. És azt gondoltam, hogy akkor most én kijátszottam az adóászt, és ő mégis közelebb lépett, és azt mondta, hogy ezt is tudom. És akkor valahogy így megnyugodtam, és onnantól a kislány beszélt idézőjelben, és mondta, hogy ő az abortált gyermekem, és hogy azok az önostorozások, amiket csinálok, hogy ő miattam meghalt, ez így van, valóban, átéltem miattam a fizikai halált, viszont abban a percben ő felkerült a mennyországba. És itt elnevette magát, mert én mindig azzal ostoroztam magam, hogy ő most valami sötét helyen sír, és azon megakadt, hogy az őt az anyukája nem fogadta el, és nem szereti. És így elnevette magát, és azt mondta, hogy hát a Magyarországban mindenki boldog, és hogy ő is. És abban a percben, ahogy meghalt, megbocsájtott nekem, és nagyon-nagyon szeret engem, ugyanúgy, mint minden gyermek az édesanyját. Viszont azért jött, hogy meg kéne, hogy változtassak, mert az, amit én most itt csinálok hónapok, évek óta, az nem az az irány, amivel, tehát, hogy egyetlen egy nagy vágya van a boldogsága mellett, hogy egyszer együtt örülhessünk odafönt, és ha azt folytatom, amit most csinálok, akkor ez nem így lesz. És azt mondta, hogy eljött, hogy meg kéne a változásra, és hogy tudja, hogy fogok tudni változtatni, és nagyon sokat van velünk, bármi nem látjuk őt, és hogy ne csak az eszemmel fogadjam be ezt az egészet, hogy nekem megbocsájtatott, meg ezen túl kell lépni, ugye férjem is mindig ezzel próbált vigasztalni, hanem hogy a szívemben éljem át Isten irgalmát, hogy ez egy rossz döntés volt, de hogy Isten nem csak megbocsájtott ott nekem a gyóntatószékben, ahogy ezt a hitem szerint tudom, hanem el is felejtette azt, amit én tettem. És hát nyilván tudta, hogy milyen kulcs,
mondatokat kell mondania, mert amikor ezt így kiejtette, hogy Isten elfelejtette, hogy ők már mind túl vannak ezen, csak én pörgök itt magam körül, akkor abban a pillanatban tényleg egy olyan megkönnyebbülés jött rám, egy olyan öröm, amit már évekkel előtte sem, vagy éreztem utoljára. És kinyitottam a szemem, még valahogy így elbúcsúztunk előtte lélekben, de úgy, mint amikor az ember tudja, hogy a másikkal örökre összetartozik, és hogy nem válnak el soha, csak maximum egy kis időre. És felálltam, és azt éreztem, hogy most nekem adatott egy második esély az életre, mint hogyha most születtem volna, és meggyógyultam, és nincs semmi árnyéka az életemnek, nincs, amivel küzdenem kell, és akkor ezt elújságoltam a férjemnek, és hát onnantól kezdve tényleg azt mondhatom, hogy ezt a hátam mögött hagytam. Úgy tudok rátekinteni, mint egy lezárt dologra. Én úgy gondolom, hogy van egy élő kapcsolatom ezzel az égi kislányommal, és hogy nagyon nagy boldogságot harcolt ki az én életembe ő odafent. Azok, akik abortálták a saját gyermeküket, de nem hisznek Istenben, viszont mégis szenvednek, vagy hasonló tüneteket tapasztalnak magukon, mint amit elmondtál, hogy valahogy nem érzik magukat méltónak, nem érzik magukat egyenrangúnak, lehetnek ennek jelei az életükben, és még ha tagadják is, ha elnyomják is, ez valahogy mutatkozik esetleg, visszatérő álmuk van, vagy rossz gondolatuk, vagy bármi, gondolom, más tünet is lehet. Nekik hogy lehet segíteni? Nekik mi a segítség? Ez az első lépés, hogy el kell ismerni, hogy igen, nekem akkor is van egy olyan gyerekem, akire én nemet mondtam. Igen, hát ez egy nagyon spéci helyzet, ugye, de valamilyen módon én azért azt látom, hogy mindenkinek van egy olyan spirituális kapu az életében, amin keresztül hiszi, hogy nem ez a 80 év adatot neki, vagy 50, vagy akármennyi. Hát utána úgy gondolják, hogy de, én találkozok ilyenekkel, és azt gondolják, hogy utána nincsen semmi. Tehát, hogy a nagy semmi van. Igen, ugyanakkor én több ilyen embert ismerek, akiben mégis szinte ugyanazok szerint az erkölcsi törvények szerint él, és az élettisztelete ugyanúgy ott van. És ugye ez rongálódik meg az abortusszal, de nagyon erősen. És gyakorlatilag a saját életünkben is ezzel kárt teszünk. Tehát egy anya, egy nő, aki azért alapvetően a legtöbb nő arra született, hogy egyszer anyává váljon. Nem mindenki válik testi anyává, de lelki anyává például mindenki válhat. És hogyha ez ellen megy, akkor gyakorlatilag maga ellen megy. És azt gondolom, hogyha ez helyre kerül, akkor most lehet, hogy ő nem Istennek nevezi, de hogy az élet tisztelete az mindenkiben, meg az életnek a mérhetetlen értéke, az mindenkiben ott van, és ennek kell helyreállnia. Ez lehet egy gyászterápiás csoportban is, tehát például Zinger Magdolna maga írt esetekből könyvet, álmukban, asszonyok álmában síró babák, azt hiszem ez a címe, illetve foglalkozik ezzel a témával. Tehát, hogy ugyanúgy a vallás nélkül is, vagy hit nélkül is fel lehet fedezni a posztabortusz szindrómát, és annak ugyanúgy megvannak azok a speciális gyászterápiás lépései, amin keresztül egy nő meggyógyulhat. És ebben valóban az első, vagy a nulladik lépés, a felelősség felvállalása, még akkor is, hogyha mondjuk belehajszolták ezt a lányt az abortuszba, végül is ő is elment, tehát hogy az összes felelőst persze neki ott föl kell sorakoztatnia magában, haragudhat is rájuk, meg is élheti ezt a haragot, mint ahogy mi például ezeken a gyógyító hétvégéken is vannak ilyen gyakorlataink, hogy mindenkit írjon össze, akire ő haragszik emiatt. Magát is, az Istent is, a férjet is, a bárkit. És ezt meg kell élni, ezt a haragot, de utána ezt el is lehet engedni, hogyha föl tudja ő azt vállalni, hogy hozott egy ilyen döntést, mert minden ember, ha hisz Istenben, ha nem, tudnia kell, hogy hibázik, és hogy ezen a folyamaton végig kell menni. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nevet kell adni ennek a gyermeknek. Ez állítólag egy kihagyhatatlan lépés, hiszen valamilyen módon azzal integrálódik a családba, azzal válik személyé számunkra, még akkor is, hogyha előtte még görcsösebben ragaszkodunk hozzá, azzal, hogy neve lesz, egy picit így megszületik bennünk újra. És onnantól tudunk rá konkrétan gondolni, hogy ő az én gyermekem, akit egy rossz döntéssel elvesztettem. És akkor itt a bizonyíték arra, hogy
már ő is egy emberi lény volt, hogyha sokan meggyógyulnak, hogyha ezt a folyamatot végigcsinálják. Abszolút. Kedves hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, oszd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is. Sőt, ha ismersz túlélőket, küldj üzenetet a kapcsolódó Facebook oldalon, keresd így, Túlélők Podcast. Köszönöm, hogy velem tartottál.